Gergely Róbert romantikája után egy igazi édes beszélgetéssel folytatjuk vendégeinkkel, Szabó Sándor Venez díjas cukrászmesterrel és Berecki Gergellyel, úgyhogy látszik ez a Gergelyek ideje itt ma a víkendben. Jó estét kívánok! Csodálatos alkotásokkal érkeztetek ide hozzánk, mindez cukorból vagy karamellből készült, és egy fantasztikus verseny díjazottjai vagytok. Meséljetek egy kicsit magáról a versenyről, hogyan kerültetek ebből a megyéből erre a vetélkedőre, hát igazándiból egy ettől sokkal nagyobb megmérettetésre. Igen, a vetélkedőnek ez egy magasabb formája. Két évvel ezelőtt Erfurtban voltam már a szakácscukrász olimpián, ahol aranyéremet értem haza. Most Luxemburgban voltunk világbajnokságon. Ezt megelőzően már 4 éve voltam, mert 4 éve van megrendezve. Ez a nagyszabású verseny, akkor a verseny körülményeit, feltételeit néztük meg, illetve maga a versenynek a dizájnját, hogy milyen irányba halad a versenyzés, amit tulajdonképpen a zsűri értékel, és ennek megfelelően készültünk Gergővel erre a versenyre. Én Máté Szalkaiként, mivel Máté Szalkán volt először közvilágítás a mai Magyarország területén, 1888-ban, én úgy gondoltam, hogy ezt a témakört dolgozom föl, úgyhogy ennek megfelelően készültem. Hát ennek a felkészülés egy olyan 3,5-4 hónapot vett igénybe, és itt a fény, a láng, az izzófény, ezt akartam mindenképpen megjeleníteni, amit a zsűri pozitívan értékelt, és mind a két munkánkat bronzéremre értékelte. Érdekes, mert mikor elkezdtél felkészülni, még valóban ragyogó fényesség volt, ugye javában nyár, és most, mire ez a vetélkedő már végül is meghozta a bronzérmet, azt gondolom, hogy egy ilyen északi országban elég hamar sötétedett, úgyhogy lehet, hogy magának a témának is örültek. Egyébként a fény ünnepéről beszélgettünk már, és a lámpás felvonulásról is, amelyet Máté Szalkán megrendeznek, hát most ez egy újabb büszkeség tulajdonképpen ez a nagyon szép elismerés. Mielőtt Gergelyt kérdezném, mint ifjú titánt, Sándor, maga ez a Venez díj, ugye ez egy nagyon, szintén nagyon szép elismerés, és már ezért is küzdeni kell, hiszen egyrészt egy 25 éves gyakorlat, másrészt tényleg a gasztronómiában elért sikerek, maga az oktatásban való részvétel, tehát nagyon sok feltétele van, sőt vissza is lehet vonni. Mi az, ami mondjuk számodra nagyobb elismerés? Az, hogy ennek a díjnak a tulajdonosa vagy, és egy ilyen cukrászmester, vagy pedig egy világversenyen, egy olimpián való megmérettetés? Én úgy gondolom, hogy fontos mindent, amit a szakmában végzünk, az teljesen mindegy, hogy milyen rendezvényen veszünk részt, akár egy mestervacsora esten, egy hazai vagy egy nemzetközi versenyen, én mindig a következő lépésre koncentrálok, aztán, hogyha annak vége utána megint a következő, és akkor igazán én nem... Nem a díjak számítanak. Nem a díjak számítanak, hogy ne. Természetesen, hogyha van elismerés a kollégák részéről, az mindenképpen pozitív, de én úgy gondolom, hogy magam számára is meg kell felelni, és az fontos. Gergely, hát neked 25 év gyakorlatod, ugye nem igen van, nem is tudom, hogy vagy-e egyáltalán 25 esztendős. 22 esztendős vagyok. Na, hát akkor még a Venez díjra gyúrni kell, viszont bronzérmet kaptál te is, és egy Harry Potter ihlette motívummal, ugye itt egy hóbaglyot látunk, és egy ilyen kis manót. Dobby. Na, hát akkor egy picit talán arról mesélj, hogy egyáltalán hogy jött az ötlet, és mennyi ideig készül? Azért, hogyha igazán tüzetesen megnézem, ez a bagoly, ez nagyon aprólékos, szinte majdnem annyira, mint a tűzihlette kompozíció. Igen, hát nagyon aprólékos munkák vannak benne, magában a munka nekem is egy ilyen 3-4 hónap, mire teljesen összerakjuk, tervezéssel, kivitelezéssel, mindennel együtt. A Dobby elég nagy időt vesz igénybe, mert ott sokkal pontosabban kell fejrészt, meg testrészt, ilyeneket át kidolgozni. Közben meleg ez az anyag, amikor ti ezt formázzátok? Amikor dolgozunk, 80 fok környékén van, 80-85 fokon dolgozunk vele, azon a hőmérsékleten lehet. Nagyon rövid ideig, mert ilyen pillanatokon belül megszilárdul. És akkor már nem igazán lehet vele optimálisan. Hát a rúgós cukor a legismertebb, talán az átlagos étköznapjában számára az olyan 142-145 fok. Mi ezt a cukrot, ez 170 fokra
melegítjük föl, és a visszahűlés folyamatában olyan 80-85 fokon formázzuk. Az emberi kéz az olyan 60 fokot bír ki, úgyhogy mindenképpen szükséges, hogy kesztyűvel dolgozunk. És hát ugye ezt el kellett szállítani a világversenyre. Ki bírja ez a hosszú utazást? Tényleg úgy bántok vele, gondolom, mint a hímes tojással. Igen, hát több darabot is csinálunk, minden egyes darabból, és szállítás is eléggé nehézkes, úgymond, mert ki kell a párolókat eléggé. Többször szállítottunk már így versenyekre, aztán már megfelelő rutinnal rendelkezünk, hogy szivacsal, kitámasztásokkal, hungarocellel. Gondolom, hogy a pára, vagy az eső, a köt sem tesz jót. A legnagyobb ellensége a cukornak ez a pára. És milyen volt maga a mezőny? Volt-e időtök szétnézni? Láttatok-e nagyon különleges alkotásokat? Volt. Azokat láttunk. Csak azt láttunk, nagyon erős volt. Szerintem nagyon nagy fejlődés volt az elmúlt évek, a két évvel ezelőtti olimpiához képest. Ahogy én láttam, szerintem eléggé igen, nagy színvonal. A távol-keleti országok nagyon jönnek föl, tele lelkesedéssel, új ötletekkel, új technológiákkal, ugyanúgy az amerikaiak, az arab mérségekből versenyzők. Nyilván benne van a fantázia, benne van a kézügyesség, de hát ugye ez az anyag, ez adott, és ahogy elmondtátok, bizonyos körülmények között, ugye kötődik, bizonyos körülmények között formázható. Mi az, ami mégis ilyen fajta fejlődést tesz lehetővé? Vannak olyan kütyük, vagy eszközök, amelyekkel még különlegesebb dolgokat lehet, vagy színeket készíteni? Tehát mi a fejlődésnek a kis táptalaja, hogy látjátok ezt? Vagy az ötlet, az emberi elme az, ami maga az ötlet, a megvalósítás, hát azt hiszem már most az internet világából már nem kell az apró részletekért több száz kilométert utazni, hogy valamit meglássuk, mert tényleg már itt pillanatok alatt hozzá tudunk olyan információhoz jutni, ami a fejlődést elősegíti. Én azt hiszem, hogy az ötletek, akár a számítógépes tervezés, a 3D-s nyomtató, szóval már nagyon sok olyan dolog van, ami segíti a munkánkat, természetesen, hogy ezek a munkák kézzel készülnek, és elég hosszú ideig, de úgy gondolom, hogy maga az ötlet, a gondolat az, ami szárnyal, és a többi az már a megvalósításnak a... Már csak egy gondolat, mert itt ülünk a karácsonyfa alatt, és ugye cukrászoktól csak megkérdezem, hogy mennyire édesszájúak, illetve mi kerül majd a karácsonyi asztalra? Milyen édesség? Hát még ez egy picit odébb van, mert mind a kettőnknek Gergőik fehér gyarmaton a Berecki cukrászat, én Máté Szalkán a grillás és az Anetta cukrászatot csináljuk, és tulajdonképpen nekünk most kezdődik majd a hajrá. Hát a nejem szokott otthon süteményezni, még a benti munkálatok után. Úgyhogy meglepetés lesz, hogy mi lesz a karácsonyi falat. Vagy amit hazavisztek az üzletből, gondolom. De természetesen, hogy a beigli, az mindenképpen. Hát akkor kívánom, hogy legyen az ünnepen lehetőségetek pihenni, feltöltődni, relaxálni, és akár büszkén nézegetni a karácsonyfa alatt többek között ezt a díjat, ezt a bronzérmet, amelyet mindketten elhoztatok erről a világversenyről, úgyhogy szívből gratulálunk, hogy a megyénket ismét sikerült öregbíteni, és boldog karácsonyt kívánunk a stáb nevében is. Köszönjük szépen, boldog karácsonyt kívánok.